Border, ez a következő pálya ebben a BO3 elődöntő szériában, a Wild és a Royal Blue között az ESA Spring Season rájátszásában. Én továbbra is Berc vagyok, a kollégám Bond Daddy, a Wild menedzsere és az eSport 1 TV kasztere. Megint vele fogjuk megnézni ezt a mérkőzést, és itt vannak a bannok, már csak egyet várunk, a Wild fog kitenni egy védőt így negyediknek. Vagy bejátszák az Voldron, amit bejátszottak a PLG ellen, de nem. A PLG ellen, még a Robza féle PLG ellen. Nem hagyták a Mirát. De végül nem ez történik meg. Bár lehet, hogy gondolkodtak amúgy rajta, hogy Mira, de el tudom képzelni azt, hogy aztán az volt a call, hogy hé, srácok, ezt Márkival meg Somával még nem játszottuk be, úgyhogy lehet, hogy nem kéne a vakon beválasztani ezt. Egyébként Popettől érkezett az információ ugye a chatem, aki esetleg olvasta itt élőben a Twitch chatünket, hogy egyébként a Royal Blue-tól ők már kikaptak 7-3-ra coastline-on az alapszakaszban. És akkor az main line-appal volt, ha jól emlékszem, az nem velem volt, ha minden igaz. Akkor ott main line-appal játszottak a srácok. Szerintem még Tontuval még ott is lehet. De lehet, hogy már Somával nem vagyok ebben egészen biztos. Meg kell kérdezni a Wild Manager-ét, hogy biztos tudja. Na ugye, a Wild véd, a Royal Blue támad. Hát nyilván egy farmori védés az első körben. Lássuk, mennyi ideje volt felrakni a Wild-nak a kb. Egy hetes line-up, nem is tudom mennyi idős line-up, mondjuk azt mondjam a két hetes line-upra ezt a mapot. Ó, esetleg elmegyünk a harmadik pályára, az mi lesz, Berc? Az Consulate. Consulate. És támadóban kezd a Wild. Ha elmegyünk oda. Szerinted ott, hogyha mondjuk ezt a mapot megnyerné a, ugye a Royal Blue, akkor Consulate-en ki lenne inkább esélyesebb? Consulate? Ez nagyon jó kérdés. Kérdezze könnyebbet, itt ki az esélyesebb borderen. Szerintem a Wild. Szerintem egyébként. Is, csak ezért. Postline volt a Wild választás egyébként, nem? Igen. Ezt függetlenül ez a bordert. Ja, most nem bordert mindenki tud játszani tulajdonképpen, kompcsapatok közül. Igen. Kóztat meg nem mindenki. Tehát az van, aki instabannolja border, szerintem senki. Mik ezek az Iron Sight-ok, kérem szerintem. Ó, és a C4, de az... Márki! Dobjad, Márki! De nem. Mehetne. Nem, Márki? Haló? Lefagyott, vagy? Lehet kifagyott amúgy Márki. Hát szerintem is, nézd rá. Vagy ennyire türelmes? A fradista set ráadásul. Ne, lehet ennyire türelmes. De türelmes volt. Vagy most álltál volt vissza, XZ. És leszedni! Azt a mindenit! Mekkora player? Ezt nem hiszem el. És Soma. És most vissza a C4 pozícióba. És jön a nép. Hát utás, ugye. És leszedi azt is. Oké. Kész. És nincsen több hard breach utility, és nincsen több hard breacher, mert Poppet ott lelövi Szemet, Boogie Markira ugye egy néddel még defragel. Egy kis Doggy Father van a beat, a sledge-ünk, úgy látom. De igazából mennyi dolog elment Markira? Elment mind a két exothermic charge, elment mind a kettő gránát, és ebből még ugye elvég fragregálni is tudtok, utána a Wildes, hogy abszolút a Wilden nyertes ennek a szituációnak. Emberelőnyön vannak, Popet még mindig ilyen 0 HP, és ugye kicsit a kis dolgait. Oh, headshot. Ez olyan angle, ami... Azért most Blankre vigyázni kell. Hedy és Soma. Érkezik a füst. Szomorú 4v2 lesz akkor, hogyha esetleg hozzá ezt a jávú. Van spot az emberről, Hedy ellövi Blanket, megborul Ryan Divine. Bocsánat. Na, ez most Soma szemszögéből lesz a kill, úgyhogy gyorsan ráváltok. Itt a Kesszőre ránéz, sőt nem is néz rá Divine, csak simán meghal. A Wild nyeri az első kört, 1-0 borderen. És hát igen, itt volt hatalmas bandit play, volt gránát kill, volt akció, receptek, és vigyázték az egész családnak. Megborulás. Igen. Én nem tudom, Nomád már nagyon régóta bevon a játékban, de ezt a megborulást én még mindig nem bírom kiheverni, tehát nekem ez egy olyan komikus faktor az egészben.
Ez ilyen, hogy egy montány, az óriás, a shield egy megborul. Itt van Marknak az akciója. Ez hát igen, ez itt körértékű, kinda, mert ugye nem volt innentől kezdve hardbeaching utility-e a támadó teamnek, ugye nincsen hibanna, nincsen Maverick, már mindig hibannolva vannak, csak úgy nem hozták. Mondjuk a Maverick az ki van bannolva, ha már itt tartunk. Hibanna az nem. Meg Headynek a playje, ugye ez a pixel tartás, meg ez a spot utána. Mondjuk a spot az nem tudom miről érkezett, nem tudom, hogy alapnapról érkezett volna. Nem látom ebből a szögből. Viszont Divine-nak az átpusolása a Headyre nagyon szép volt. A füstön keresztül, amint megborult Headyi, azonnal rámen. Tehát ment a Wide. Ventilation-be. És egy Kaid jön Marky Jesus-szel. És amúgy ilyen szempontból egyébként a border, és pont erre akartam pontán kiukadni, és nem tudom, hogy végül mit akartam már mondani, de most eszembe jutott, hogy most nézegetjük, ha már így nézegetjük bordert, hogy ilyen szempontból a Coastline hasonlít egy kicsit borderre, hogy Coastline is nagyon a fire fenti területét akarod fullosan bevédeni, akkor is, hogyha a lenti site-ot védesz, de mindig. Mindig. A többi pályán ez nem feltétlenül jellemző, de nyilván ott is van roleplay, meg stb. Meg van vertikális játék az egész Rainbow Six Siege-ben, de olyan fokú és annyira kihangsúlyozott vertikális játék, mint Borderen, vagy esetleg Coastline-on szerintem nincs a többi pályán. Villain biztosan nincsen. Oregon, ő mondjuk az már nem számít. Duffin majd kiderül, hogy mennyire lesz vertikális játék, ugye? Ból még nem sokat láttunk. Túl sokat, inkább úgy fogalmazok. Közben megindítja a támadást a Royal Blue. Bevarják Armorit. Sofia drónozik előre. Mondom, a kékben lévő emberünkről volt egy információ, de függetlenül Marky Jesus futott onnan a Kaiddal. Hát most biztos van róla információ. Itt amit pakolhatna egyet akár a kapitáóra. Ott egy fej! Nem látta meg az embert. Repellező embert. Mondjuk csak pár pixel volt belőle. Defenzíven ugye. Hoppá, egy frag grenadet elkap az AD, ez pont öltöltöző a somát előni flag. Hoppá, itt segít közben Markinak. Na, három frag is besúszott a vádosoknak, hogyha nagyon figyelnek, és mondjuk fognak egy kicsit a Royal Blue és belefutnak. Hoppá, lejjebb megy egy szinttel. Tovább drónozik a Royal Blue. Hoppá, ott hagyja Markit. A Markin jönnek az egyedül van fölött, minden igaz. Azzal a shotgunnal a kézben. Na, lássuk, mit tud csinálni Marky. Hoppá, ugye nézi kisztumából. Hálában nem támadhatják, hát kap egy Sofia charge-ot, Marky, oh! Szegény. Én itt tud itt fregálni, headshot is segít, megvan nekik DMS, illetve Divine. Ember lőjünk be a Wild, az ember hátrányból azonnal, már egy másodpercen belül, és a Royal Blue elakadt. Nem tudják, hogy mit is kéne most ebbe a szituációba csinálni, tehát teljesen megállt a támadásuk, és gondolkodnak, letartnak, a Wild is viszont nem fognak kifutni egyszerűen rájuk. Igen, innentől kezdve le kell várni, és közben Poppet lent, akár Herki, igen, Herkinek van meg a kill, és most már csak a Buck és a Termite életben. Poppet, ő is pusolhat, vagy akár Marky fenn, de nem Marky, nagyon-nagyon türelmesen nem, játszik. Jó csinálj, Marky. Legyen ez az pozitívumként mondva az ő számlájára. De most fog fregelni kb. Marky, hogyha... Jól, hát a Buck jól, ha jól számolok. Jól számolsz. 3-2-1, bum. Áh, itt van még Headyt letartja, de már nem felállni. Szem alul közben. Herki meghal Scython, smoke-keriszterekkel a zsebében. Szemre figyelni kell, lent Headshot-ban meg van Boogie. Már csak a lenti Termite-tal kell foglalkozni. Épp ott van a Diffuser. Meglát egy embert, erre Diffuser fog pikelni. Már ezt nem hiszem, így is van. Pozíciót vált, sok sebzésbe kap Sam. Rakni kell azt a Diffuser. Azt jó hely előtt, az nyögött is egyébként Headshot. De nem vitte végig szerencsére a támadást. És így meghozza a következő körét a Wild. Jó, hát két legalapabb site-ot láttuk a védésbe. Most jönnek igazán az izgalmak, igaz Berci, amikor egy olyan site-ot védhet majd a Wild, ami igen, már kevésbé... nélkül, ami, meg Echo nélkül, ami két hatalmas segítség a Bathroom és Teller site-on.
Amíg a Mira és az Echo nem volt kibannolva, akkor úgy általában Borderen nagyon kevés site-védelmet láttunk az Echo és a Mira nélkül, de Bathroomot és Tellurset kifejezetten nem játszott senki Echo és Mira nélkül. Most a Vine-nak ezt kell tennie. A Castle picket, a Bandit picket, Jäger picket, azt nagyon jónak érzem. A Meister az nyilván az már must pick, szóval igazából azon nem is lepődünk meg. Egyébként a Popet... Mi hozta be az elát? Azt gondolom, Erki. Erki? Aha. Wow. De mit is akartam? Igen, hogy Popetnek azt hiszem itt volt az a hatalmas 1v4 clutch AM-neben, amit pakolt pont Jägerrel ezen a szájton. Nem, még most is van az elának, hanem összejön. Hát igen. Nyilván. Mi mással? Más fegyvere is van az elának? Kérdezem. Ez a falbontás technika az elában. Óriás egyébként. Jó, mondjuk a pisztoly az nagyon jó az elánnak, meg hát... Meg igazából itt felül lehet úgy játszogatni Fontaine környékén, vagy Erkheisban, hogy ott a shoti bőven elég már, mint range-ben. Vagy persze. Lent is ugye nagyon close quarter ez a site, szóval Herkitől ez nem egy rossz döntés, hogy hozta, abszolút. Nem, mondom, a Borderem nagyon jó pálya, tehát hogy nagyon sok... jó dolog van benne. Ami pozitívum és egyszer negatív. Az úgy elég erős push. Vertikális játék, ez viszont nagyon gyors customzrás Royal Blue-tól. Olyannyira, hogy már ott vannak Royal Blue-sok site mellett. Hát mindjárt bemennek ára konkrétan. Befutnak. Hát ilyet már láttunk egyszer, nem? Nem volt ilyen? A PLG játszotta be pont a Wide ellen talán. Jól emlékszem, igen, akkor voltak, hogy berasoltak. Mondjuk az olyan volt, hogy 4 emberre befutottak és lerakták. Ez most is ilyen, ez csak fentről el fogja őket lőni... Popet? Már... Mi? Megy le a diffuser. Márki... Megy le a diffuser, valószínűleg halló? Akkor nem nézte még ezt. 3 megy, de ez le is megy, 4v5-be, kvázi bukott kör a Wide-nak. Ezt nem szedik le. Ez konkrétan az. Na, Popet... Ó, ellövi őt blank. Úgyhogy még nehezebb most a Wide-nak, de Herki közben a pisztollyal felülről. Nem, ez már csak TDM, ez nem igazán kapszám mit csinálni. A vádások Hatchut még fregál. Hatchut és Herki, a duó, de idő nincs. Info van róluk. Hedi, megvan neki DMS. 2v2, a Claymore-t lőtte volna el Herki, és az is fejezi be őt, és Boogie befejezi Hatchutot. Hát erre a rásra nem voltak felkészülve az avadak. Pedig nem először kapják meg idézőjelben ezt a Tellurs és Bathroom Rush-t. A Royal Blue egyébként nem egy rossz csapat, tehát hogy... Hát német bajnokságban ötödikek jelenleg. Így van. A német bajnokság ötödik csapat és nem egy ismeretlen csapat egyébként ugye nagyon a Siege-ben. Nagyon jól mutatja azt az eddigi játékuk, hogy mennyire jó megoldó képességük van. Akár csak Coastline-on is észrevették a Wide-nak a taktikai hibáit itt, és kihasználták, itt is ezt megtették. Láthatjuk itt a végjátékot már csak, hogy jutottak a Wide-osok a frejekért meg a körért. De most mehetnek megint Armory-ba és Lockers-be, ami nagy pozitívum, és szerintem azért van esélyük arra, hogy most megnyerik, és a 3-1 az nagyon jó lenne. Mert azért többnyire, nem is tudom mennyire mondhatjuk szabályszerűségnek, de jellemző, hogy ugye mondjuk Borderen kifejezetten kettő erős site, 2-0, aztán buksz egyet, de aztán mehetsz megint Armory-ba, és akkor 3-1, tehát reméljük, hogy most ez összejön megint, és akkor már onnantól lehetne görgetni tovább az eredményt, mint Coastline-on. Hú, hát ez egy... Mira nélkül még nem nagyon láttam ezt a stratégiát, nem az, hogy nem láttam egyáltalán, de ritka. Mert ugye ilyenkor az szokott történni, hogy ide jön egy Mira ablak, és akkor ide a rotét az indokolt, mert nyilván van felette kontrollt, hold és a többi. Érdekes. De így Mira nélkül azért ez elég veszélyes. Hát azért reméljük, hogy meg tudja oldani a Wide. Hát jó, mondjuk ha itt lesznek hárman CC-ben, akkor nem azt mondom úgy, oké. De valószínűleg azért max 2-en lesznek itt. Meg headshot lehet nyitottam volna. Ez benne egy kis bullet hole. Popettől másik oldalon reméljük, hogy csak a bullet hole látszik, és a ezért nem a... Megint gyorsan ennek egyébként a Royal Blue-sok, jól látom? A drónok az ott, igen. Igen. Lentnek azonnal megvan Herki, és hullik a Legion a játékból. Most pont a Legion.
És most VIP, bocsánat, VIP, hanem Office felől nem... Micsoda? Hoppá, Blank! Hát ez... ez megtörtént. Somebody clip that. Igen. Mom get the camera, Blank az kicsit túlhúzta, szerintem az már kira ment volna egy-két Office-ba, nem? Vagy nem tudom. Remélem nem az a bug volt, ami... Szerintem simán ez lent volt CC-nél a bug. Akkor Puppetot akarta volna? Nem tudom, valahol padó alá akarta ezt nem dobni, de magát dobta vele Blank. Köszönjük szépen, Puppet pedig megvan neki még egy frag, és Puppet injured? Nem. Pont elegendő HP-ja van, hogy élbe maradjon. Szám szerint egy hegyinek megvan DMS, és Puppet... azt pedig ezt sem lövi. Szemnek megvan Puppet, de végül ezt Smarty visszalövi. Hogy egy magabiztos körhozás a White-tól. És egy teljesen más merőben, más taktikának köszönhetően, de azért itt Blank is hozzájárult ahhoz, hogy egy jó kis 4v4 kialakulhasson az 5v5-ből a kör elején. Ez a kör ez nagyon rövid volt egyébként, mindennel együtt kevesebb mint 3 perc volt, ugye úgyhogy előtte még volt ugye sok prep phase, meg pick phase, stb. Azokkal együtt is. Tehát ez kifejezetten egy gyors kör volt. Közben itt Puppettől az első, aztán a másodikat azt sajnos nem látjuk FPS-ből. És hát itt rálőnnek ugye a Termite-től. Hát egy HP-ja volt, szóval nem túl meglepő, hogy meghalt, és aztán Marky Jesus végül megváltja a Termite-ot, és így 3-1. Mert volt egy nagyon védő pálya szerintem egyébként. Erős nézzük, tehát ez a armory és ventilation védések, ez a kettő. Ez általában kb. Fix védés szokott lenni minden csapatnak, aztán ott a bathroom, meg custom, de egyéb védéseket is szoktak játszani a dolgok szerintem. Igen, hát tulajdonképpen mondhatjuk azt is, így kapcsolódva a gondolatmenetedhez, hogyha a White nem nyeri az első félidőt, akkor nem is az, hogy kezdhet izgulni, de akkor azért egy overtime, hát igen, overtime az úgy már valószínűleg lenne, azért, hogy a 4-2-re vagy 5-1-re meg lenne a félidő, akkor azért azt mondanám, hogy attackerben lehozzák, mondjuk, hogyha egy 3-3, akkor az el tudja vinni az ellenfél overtime-ra. Ne felejtjük el azt se, hogy ugye ez a Royal Blue-nak a választott pálya egyrészt, másrészt a Royal Blue-nak azért a támadásainak, amiket csinálnak, az elképzelések azok nem rosszak. Mindig pont rossz jön külön nekik a lépés, vagy egy gyors customs betámadás. Aha. Ugye és szem. Na most nem jön be az, mint az előbb, ho-ho! Headshot! Nyitja a kört, nem bejön, hát nem hiszem el. Igen, ezt itt egyébként nem tudom miért nem reinforcolta a Wild. Lehet, hogy máshova kellett, fennül sokat reinforcoltak, vagy stb. De ezt itt pedig szokták húzni azért a csapatok. Blanknek is van egy frag. És pont a kettő plan deny esik, tehát hogy... Jó, még van egy C4-e valószínűleg Markinak, de azért az nem egy smoke canister és egy EV-lá együtt, ugye? Jó, közben Puppet felülről. Na, azt el kéne lőni a kapitáót, de nem sikerül. Soma oldalba, ez még nagy lehet. Kérem szépen, bathroomban, és nem. Az unlucky timing, de Puppet felülről belövi. És aztán esik Soma oldalba, észrevették. Na, Marky, az nagyon szép. És a diffuser esett Saiton, Puppet pedig felülről próbálkozhat. Ne, Marky, why you do this? És aztán meghal. Puppet 1v2. Hát hozható, mert látja pontosan, hogy hol van a diffuser, csak őt is látja. Ez nagyon unlucky volt most, hogy pont a googolásból állásba történő animáció. Ez nem unlucky volt, ezt Markynak kellett volna az embert elhibázni. Az egyértelműen elhibázott track volt Markytól. Ilyet nem szabad megengedni. Ja igen, én a Puppet timingjáról beszéltem. Ja, hogy az, igen. De az várható volt, de tudták azt, hogy Puppet honnan tudja letartani. Hát unlucky, és mennek a vádosok megkérdésembe. Ja, vissza igen. Volt ott Marknak egyébként, tipikus az a...
van lehetőséged a körben két körértékű teget szerezni. Az egyiket be tudta húzni itt már ki, azt a másik az és már... látjuk itt, majd, igen. Ez sajnos. Mondjuk tegyük elkapta, hozzá, elkapta, hogy ezzel a fegyver azért nem egyszerű. De abszolút nem durva rekolja. De azért nyilván egy vágyjátékostól ezt elvárható, hogy ezt lőj el. Nem is csak az, hogy elvárható, ez ugye... Tényleg az, hogy ezt itt elkapkodta leginkább. Ezzel lehet egy kicsit már kicsit védem, de... Nagyon gyorsan akart lőni, utána pedig már töltötte be a fegyót, nem tudta időbe betölteni, és ráfutott a... Sledge, jól emlékszem talán? Igen, oldalból. Igen. De arra meg már nem volt ideje egyszerűen reagálni. Ez a kör pedig kiáll most, és kész. De ennek meg kell lennie. És ugye az előző pályán is 4-2-re nyerte a védő fél idejét a Wild. Vagyis hát akkor támadó fél idő volt ugye az első fél idő. Ez 4-2-re hozni kéne mindenképpen. Mm. Az előző kör is hozható lett volna, ezt láttuk. Vagy eddig, nem tudom, Royal Blue dobott el magától föröket? Nem emlékszem, inkább a Wild dobott el föröket, nem? Hoztál mm, szám igen. Szerint kettőt? Kettőt? Igen. Egyet minimum. Mondjuk igen. Azt, hogy egyet a minimum. Itt pedig most, hát most ezt rónak számít-e? Szorult szituációban voltak igazából. Ember hátrányból dolgoztak végig. És abból lett egy 2v2. Meg egy dinamikus gyors támadás amúgy a Royal Blue-t, ahogy látom. Amikor lerakosgatják a Claymore-okat. Holos Zofia nagyon népszerű mostanság. DMS is azzal játsza. Nyilván egyébként nem látunk bele az ő játékába, hogy milyen képarányon játszik, milyen fovval, tehát az is lehet, hogy 5-4-en 60 fovval, és akkor olyan, mint egy Glasscope gyakorlatilag a holó. 6-1-veszer, 4-80-ba. Sledge az... Hello. Az ott... Mi az elképzelés? Hello? Hello? Have you played this game before? Igen, ez az a fuse charge. Az egy reinforcelt fal rajta. Kaid. Klóval. Hopp, és egy Kaid trick azonnal a... Márkitól. Fölmegy rá az extra termék. Felment rá? Leszett az... Nem, nem szedte időbe. Le. Ez lesz, robbant fal. És ez Kaid. Most robban a fal is mindjárt. Így van, nem és megmaradt még egy extra termék charge. Ő már kell mozdulni a pozícióból. Nem lövi le a drónt végül. Eddie azonnal bekapcsolja a kis turettjét. Viszont a turettre nincsen még egy gránátja a Royal Blue-nak. Az ókjába kell eszedni. A már az sincs. Már az sincsen. Akkor... Úgyhogy a Sledge tudja kijutni közelről. Ennyit tudnak most. Még van 3 Sledge, 2 Erge Blanknek. És már a kör fele pedig letelt. Lejött a... Ez a bugi, ez... Nem vágom, hogy... Ja, alulra, mindegy, okay. Ő mindegy. Mert így, miért így a falat ütött az előbb csak azért? Na, Popet szemszögéből, ez nagyon rosszul néz ki. Már is nagyon szemben van, hogy... Azért nem likely, hogy ez belője Popet. Ott a főzőről meg lehet, de nem. Egyelőre nem. Ablakból az Zofia. Hát igen, és ablakból elesztőbe valószínűleg is lesz fejezve. Hát ugye a kapitáó kéne. Inkább igen. Ablakból, mint innen. De hát most nyilván más dolga is van a kapitáónak. Felülről de, Popet nem megy onnan sehova, az biztos. A Márki áld és váltotta egyébként a main fegyót az előző kis intermezzo után, ez viszont ajaj. Baj. Ez baj. Belement túlságosan, agresszívre váltott. Igen, Popet nem lesz felszedve a földről, ezt engedjük el ebben a korában, főleg így nem, hogy belevik őt. Injerben. Na, Toma. Ez jónak kéne az jó lehet. De ez lemegy, ez lemegy. És nem is jó. Nem is sebzi. Az mondjuk ott egy kill. Na, de nézzük aztán itt a balján. És a jobbján is vannak, és... Elkezdi szedni. Jaj ne! Jaj ne! Jaj ne! Game! Látják, mi nem ezt kértük. Mi nem ezt akartuk. Nem ilyen lovat akartam. És tudom, hogy Herki most kiabál, hogy miért kell ebbe a játékba minden egy gombra rakni. Hát ez kellemetlen. Ránéznek Herkire, nem tudja előni. 3v1 igazából, aki lehet ki kéne arra sokra bugrálni. Ez hozható kör ebbe a formában, és hozott kör is ebbe a formában. Azt a minden. Míg Herkin röhögünk, hogy szerencsétlenkedik a Wire-rel, közben Soma és Hedy lelőnek mindenkit a pályán. Igen, bár azért Herki kezdte meg idézőjelben a ritéket egy kill-el, szóval ezt ne felejtsük el. Persze. De valóban ugye közben jól megoldották a srácok, úgyhogy tényleg nyeri 4-2-re az első fél időt a Wide, ez pedig nagyon fontos. Nem csak a pálya szempontjából, de ugye a széria szempontjából is, hogyha 3 kör nyer a Wide, ott vannak a döntőben. Mennyi is a price pool? Mit mondtál? Csak hogy... Úgy, aki most érkezett, azt tudja. Hát, tehát, hogy... Minor. Egy kis zseppénz.
Pontosabban $250 egyébként, az első helyzetnek 170, a másnak $70. Mm. De mondom még egyszer, minden csapat az inkább egy komolyabb scrimnek veszi ezt a ligát, aki komolyan veszi, és nem nósózik meg stb. Kevésbé, nem a nyereményre jönnek az emberek. De azért jó, hogy van egy kicsi valami ott a... Persze. Ott a célegyenes végén, ami vár téged, van kis apróság. Mert amúgy is scrimelne a csapat, ha meg már scrimelsz, akkor miért ne tehetnéd meg azt egy... Akár egy ilyen mérkőzésen is, amikor... Azért bennem a druk miatt Reinhardt. Meg... De ezt amúgy, hogy ugyanaz a szedad a diffuser, mint amivel a... Myers rakod le meg ilyeneket. Aj. Ilyen talán 1.6-ban volt, vagy nem is tudom volt, de még Csíkúnak a legelején volt az, hogy rárakosgatták dolgokat, a fegyvert rádobálták a terroristák a bombára, és nem tudta szedni a CT, mert a fegyvereket szedte fel a földről. Konzolon még durvában, ugye azt hiszem Rainbow-ban a helyzetben, ugye nincs annyi billentyű, mert úgy billentyű egyáltalán nincs, de érted. Hát ott nem is lehet, azt hiszem, lean-elve. A hipfire-ra nem lehet lean-elni. Csak ha becélesszál, akkor lehet lean-elni. Ja, igen. És csak 60 fok van, amitől rákot kap a szemem így utólag. Akkor nem kapott rákot, amikor még PS-en játszottam. Mert akkor hozzászoktam, hát de így utólag így nagyon, nagyon rossz sajnos. Hogy szokták ezt nevezni? A tudatlanság gyűrűség. Igen. De jó voltam, nagyon meg volt a feelingje. Annak az időszaknak is, amikor még nem volt gáz, hogy nem lövöm meg a platót. Rúk amúgy Blanktől, amúgy a Kostányon is ugye... Ez Aces. Hozta be. Itt Herkitől láttuk ezt a milánói finals, mit pakolt. Talán pont Capitaoval. Nem, bocsánat, Stermital volt. De, hát most... Na, Herki, rá fogsz nézni, mert ott... Na jó. Néztél fel a liget, Herki? Ne. És egymást nézek fortás szemben. Amúgy, ha egy kicsit lejjebb céloz, akkor ellövi az ember. És mivel itt van mellette amúgy a... PC-be valaki, ha jól láttam, nem mer annyira aktívkodni. Itt van az Ella és a... Bugi alibija is. De nem azért van, aki segít lepelezni. Nekik. Opetnek megvan Blank közben. Kiugrik a... Kiki? Ki bizony. És a repelezőkből el tud egyet lőni. BMS megvan neki Popet. Legyünk húlik el, cserébe két embert el tudtunk hozni. Capitao rengeteg utility-vel. Ahogyan Markinak is van még ez az tarsajában. Az ott kevesen múlik, nyilván cover mögött van a DMS. Vagy aki inkább amúgy szem. A DMS? A DMS az, Divine lövi be a killt viszont Headyre, 3-3 ellen. Még mindig meg lehet amúgy, mert egy C4 van és így nagyjából ennyi, még plant supportból a Vine-nak nagyon sok van. Csak az ugye pozés idő. Másodperc van hátra be, és amit csinálni kéne. Most éppen nem csinál semmit a Vine egyelőre. Próbálnak emberelőnyt szerezni, ahogy jól látom, itt fönt még. Ide egy füst kéne inkább, Herki. Szerintem. Az lehet, hogy leesik az a tűzemberre? Nem. De a C4 az viszont jó lesz. Aj, óhóhóhó! Ó, nem talált be! C4, ennek mi örülünk, de Merki befutat azonnal a defuserrel, és le is rakhatja a kapul a kékbe, érkezik közben Soma, Olvéről megvan neki Ella, Herkinek pedig DMS, most megy le a defuser. Nem megy a diffuser, mert ugye Herkit alulról majdnem ellőtték. Tehát innentől kezdve le fog kerülni, és ezt Sam szerintem nem tudja lehozni. Van. Cékla fejű Somának hívják a hetedik kört. Ő zárja le a Termite-tal, és az 5-6-X-i Assault Rifle-lel. Na de, az okay, állás az a skin rajta. 5-2. Mikor lesz a White Skin? Ugye a Major-en jelentenek be új csármokat, meg skinokat, uniformokat. Ugye végre lenne bevétel az R6 teamből. Azért nem is fekete-piros weapon skinek azért adnák a játékban szerintem. Nem nagyon van egyébként. Az egyetlen normális piros skin a játékban az a Ruby. Az a csillagos, arra gondolsz? Aha, igen. Ruby-nak hívják. De az is ilyen, hogy mondjam, vásárolható DLC ugye. Igen. Tehát ugye ez a fizes pénzt a skinért mindenki. A saját skinedért. Ja. Nem, de hát jó lenne már akármilyen magyar csapatnak a
a kínjeivel, vagy akár kis himbilimbijével, mármint itt nyilván a Chibire gondolok, meg a egyéb not dolgokra. Like this, not like this. Egyébként a korábban volt a Vau-nak csármja, ugye bár van ilyen kis doggó csárm. Jó, meg, van persze. Van ilyen kaszás is. Tehát valami rénszarvas cucc is volt annó, nem? Ugye a VS-e. Hát most a karácsonyi meg VS-e cápaszkin van most. Akkor igen. Hát nyilván, az a VS-e csárm. Fej, van valami gyík a játékban? Jó, hogy tudom, a Salamander az nem gyík, hanem egy kétéltű. Van valami gyík, hát gyík formájuk. Meg kell nézni. Ott az mi lesz? Pedig azt hittem, hogy spawn peek. Ez mi? Not even spawn peeking, nem hiszem el. Ja, tisztára. Rossz. Te elcsukodott elába, és berakod oda egy elamányt. Érdekes, tehát, hogy ott valami terve van azzal az elamányra, meg Fardelre. Herknek viszont más a véleménye is, azon előbbi a dokit. Azon a spoton, amit az előbb néztünk? Azon bizony. Perci. De úgy érzem, az lett ott. No way! No way! Herki előtt, amiről beszéltél. What a god. Hát, de szerint Herki is néz poliget. Ki gondolta volna, hogy a bár... Ki gondolta volna, hogy a... magyarok, akik... magas szinten játszanak, néznek poliget, mi? Jó, de jó. Na, még egy delikvensi... Hoppá! Soma! És ő is belövi ugyanazt! Mi történik? Asza. De jó Isten! Mit csinál a vágy? Mostabb az elamány, és az ela kiugrik-e vajon? Ember hátrányba vagy sem. Kijön! Megborul! Hát nem tudják ellőni, de fix info van róla. Az nagy preg lett volna, hogy az elától azt ellövi. Kivány. Be van kerítve. Nem tud semmit sem csinálni. Egyszer ráfna pusra, befogadni az Zofiával, így is van. És most lehet oda menni. Ellőni az ember 5v2, akár a fönti eredmény jelző. Ha vágy így folytatja, a hatodik körét is megnyerheti. Egy csúfot lát? Nem látja az ember, de bontja őt a padlót. Nem látja. Hát néha így meglátják egymást bugival, így bugiznak a padlón keresztül egyet. Hoppá! Mi? Soma, why you do this? Soma segít az eneminek, azt mondta, hogy ez itt túl egyszerű. DMS marad egyedül a Jägerrel. Igazából ezt a látásból szeretnék tudják nézni. Jön a kis szobából, full info van róla. Leugrik és fel fog jönni nagy lépcsőn. Így is van, kérdés lépcsőn felfut. DMS is bemegy szerverbe. És látják drónon itt balra. Igen, valóban a drón. Be is lett spotolva. Most letartják kettő oldalról. DMS-e meg van Soma. Ég! És Hedi lefejezi őt. A DMS azért szépet szaladgált itt a végének. Tehát ugye a kilométer hiánya nem lesz a nap végére. Azért szolidan elléptem, maradjunk ennyibe. Ugye a Hitmanben is úgy játszik, tudod, hogy... Igen. This is a stealth mission, és akkor... Hát itt threading the needle közben Somától, tehát ez valami igen. Óriási. Herkié talán még távolabbról volt, majdnem azt mondtam, hogy Herkié még nagyon. Ezt sem számolni sem megerősíteni, nem lehet, de viszont az biztos, hogy távolabbról, mert ugye hogy a sarokra píkált Herki fejjelesztően repelez, és azt tudott el a sarokban. Ez DMS-től jó próbálkozás, de égett és Herki talán meg tartotta. Ja, jött mögé, így is van. Hedi jól reagált erre az egész szituációra. Úgyhogy magabiztos vezetés a Wild-nál. 6-2-vel folytatjuk. Hát akkor most az utolsó buzdításokat kérjük chatbe közben a magyar teamnek, a Wild-nak. Mutassátok meg, hogy kinek szurkoltok. Mert hát ki tudja, lehet, hogy itt véget ér a közvetítés, lehet nem. Azért én azt mondanám, hogy max 1-2 kör. Csak az íze kedvéért, igaz? Még így nézeket. Mondjuk, ha olyanokat lőnnek, mint Soma meg Herki az előbb, akkor mondjuk azt nézhetjük, csak akkor előtte írják be chatbe, hogy őket spektételjük. Micsoda Valkyrie kamera itt, kérem szépen. Egész office-t látja majd Soma, de most kilőtték. Hát igen, basic spot, tehát hogy nyilván azt ellenőrzik a védők. És ha már az ellenőrről beszélünk, akkor Warden-nök nem játszható ezen a bajnokságon, ahogyan még a Mozzi és a Gridlock és a Café sem. Itt még Oregon sőt, még Lion sem talán.
Ja, tehát még Lion sem játszható, így van. Hoppá, az viszont egy uff moment. Viszont dupla ablakon ki van? Már senki, viszont ez a stun ez jó. Somától! Azt a nem tudom, ez flash-elve vagy bemakkolta, vagy pedig dodge-olta. Nem kaptam ugye a flash-t, és ugye belehúzta a célkeresztjét Soma korlát. Ó, ne! Ajaj, szomorú. A Herki elő! Trade? Oh. Micsoda? Trade-eltek. Pont bemákolt a Herkinek a fejét. Hát unlucky kör, viszont ez jó, hogy kinézek Petre. 2v3, headshot-tal. Közösen Hedi, hát ott nincsen senki, de ezeket azt a gránatot még eldobja. Hedinek kell valamit előre pusholni, a Popetnek meg valahogy összezárnia vele. Aha. Nincsen airjab se, gránát még egy van, nyilván töltik hát a shotgunba, úgyhogy alulról ki lehetne zónázni ott a Maestro-t Fontaine-ből, de lehet más lesz a terv. Nem, itt alulról akarnak szerintem majd valamit csinálni. Ebből is annak lenne értelme, van rá idő. Szerintem beugrani, azt csinál. Ja, hat bridge-elni aztán kész, igaz? Na ja, csak már ki van szedve a barikád, úgyhogy ez azért nem működik. Tudod, ez az egyetlen ok, ami én nem értesztem. Így van, ajánlom. Csak ezért nem csinálják. Csak ezért nem csinálja majd. Na, egységben az erő, azt mondta Popet és Hedi, úgyhogy együtt mennek szépen tovább. Itt van ellenük CC-be. Segítség nélkül a Bandit. Szik kell onnan taktikázni, le kell a számítógépet az ember, srácok. Meg akarják nyerni a kört. Office-ban mennyire van közel az a másik ennek, azt nem láttam pontosan. Bemennek, együtt píkelnek a Hedi és Popet, de Hedi nem tudja végül előni. Szemet, Popetnek kéne befejezni, de hát Popet itt már nem semmi nagyon, mert elég jó fedezéke van a szemnek. Ott az ember, meg is van neki, csak tud valamit csinálni. Popet 35 másodperce van hátra a körből, és még van egy drónja, amivel tud próbózni. Na Popet, 1v2, meg kell csinálni, és akkor nincs további kör. A Nomaddel, hát ugye... Fix nyeremény. Igen. Na, felveszi a defút. Hát ez szerencse is kell innentől, már nem csak tudás. Azt mondom. Tartják hát, fixen. Nem igazán tudom is járni, szegény Popet. Hát nyilván őt nem úgy ismerem, mint aki kimenti a KD-t. Úgyhogy... Nem. Az elképzelés, hogy jó volt. De biztos, hogy tele volt minden Legion Miner-az egyébként. Hát mindegy, most 6-3 az állás, ugye nem rossz, azért még a Wide-nak mindig sokkal több esélye van arra, hogy megnyerje ezt a pályát és vele együtt a szériát is. Ventilation Room és Workshop a következő site. Igen, nagyon jó, amit Hedi pikkel, itt jön még egy Soft Breacher, és hát az elengedhetetlen Termite, Capitão, Nomad 3-as itt borderre. Jó, mennyi mindent tudunk megnézni, közben az előző körben lesz figyelem. Hát itt ez unlucky egy kicsit, Marky Jesus-től. Ez szintén, tehát nem kapta ezt a flash-t a Legion, tehát nem is értem. Aztán itt Herki csak trade-elni tud idézőjelben. Pedig tudta, hogy ugrik a Jäger, de egyszerűen nincs ellenszer rá. Nagyon erős azért a 416C ilyen közelre. És hát közben pedig már a jobb oldalt félszemmel nézhetjük azt, hogy mi történik a prep-fészben. Fentre jönnek többen is, és majd itt reinforce-olnak a játékosok, Royal Blue-sok, meg Legion Trap lesz, Bandit lesz. És hát lent pedig szokásos rotét, amit látok. Na nézzük, Daddy akkor, ugye hatch nyitva itt, a másik is nyitva, CC-re és mi ez, break room-ra nincsen kiszélesítve a védő, vagy a védekezés inkább. Itt viszont bathroom-ra rányitja a smoke. Úgyhogy egy eléggé ilyen ranked basic, egy competitive basic set, tehát ezt a wide meg tudja nyerni. Most ez alapján nekünk jó hír abszolút egyébként, egy ilyen setup, egy... De azért basic setup ugye, mert működik, mert egy jó működik a setup, hogyha el tud lőni az embereket, akkor nincs vele egyébként probléma.
A kérdés az, hogy a városok hogyan tudják majd szépen a pozíciókat sorba-sorba megszerezni. Itt Herknek lesz fontos szerepe majd a Capitaoval. És már egész közel a Legionhöz. Divine. Igen. Látja, hogy Opis teljesen üres. Nem, mert ugye Erkazon belül van. Azt igen, igen. Fontaineben van elsőre. Nem, nem. Hárman vannak itt fönt, igaz? Igen, hárman. Egy ember kékbe, egy ember ott ingázik. Na nem lesz sima, azért azt meg kell hagyni. Itt szendvicsre valakinek fel kéne mennie szerintem. Hedi próbálja kiszedni a... És Poppet! Poppet! Oh! Az hol volt? Elhájtolod az ember, nagyon fontos. Ez egy straight up kill. Ott, nézd vissza Poppet! Herkinek az még egy. Lehet. Ez így nagyon fontos, Frek Herkitől is egyébként elhullott a falkőt. Ez mínusz egy C4. Így van, illetve ugye a Legion is elmúlott. Ez a két legjobb operátor. Még a Smoke az, ami ugye, tehát ne akarjuk sokat, de előttek a fiú. Most itt lehet gondolkodni, van még idő, mit akarnak csinálni. Hatchet ellövi köze Boogie-t, elhullik a Bandit, és már csak Jäger és Smoke van. És Smoke-nál is már csak egy Smoke kenisztrel egyébként a játékban. Ezt igen, szét kell drónozni, elkülönni az embereket. Mind a kettőről megvan a fix információ. Egyik drón, másik pedig előtte magát, ugye a fölépcsőnél. Hedi szépen pusol előre a C8-al. Az alapkapott, igen, érdemes lenne előni, akartam mondani. Ó, ne! Ó, Papet, az utolsó smoke-kenisztér megi az életét. És ki, hát berobbantanak. Igen, nézd! Márkinek megvan DMS, így is van. És akkor egyedül mit tud csinálni a Blank? Kiugrik, az egy nagyon szép frag. De végül Hedi végez vele. És így 2-0-ra belövi magát a Wild Royale Blue-val szembe. Haha. Nagy döntőbe, aminek még az ellen, tehát az ellenfelet még nem tudjuk, mert az a meccset még ebben nem lett lejátszva. A Team Moops és a Viper Pro-nak a győztese fog majd játszani így a Wild ellen. Meccsut, hát igen. Nem véletlenül volt az MNAB-nek az MVP-je, most itt 14-5 belőtte magát a mérkőzésen, úgyhogy nem sajnálta azt a jó öreg klaviatúrát és egeret a mérkőzés során sem. Teddy, akkor meg voltál elégedve most így a debütáló meccsével az új line-upnak? Új srácok, hogy láttad így, hogy sikerült már így, nyilván még ugye nem volt sok felkészülési idő, de mit láttál, hogy volt már azért valamennyi kémia a srácok közt? Valami van persze, az látszik, hogy a csapat ugye hogy működik, de nagyon sok apróság van, amit ki kell javítani mindenképpen. Tehát hogy ezek a igazán tényleg nagyon, nagyon ilyen kirívó dolgok szerintem nem voltak, amik ilyen nagyon-nagyon durvák. Egy-kettő, amit ki lehet így tedni a kontextusból, de itt ilyen apróságok voltak, amiket csak az idő tud bejújítani, hogy a fiú gyakorolnak, összeszoknak rendesen, hogy mit hogyan kell lekommunikálni, mit hogyan kell lekezelni. Azért van a csapatnak egy erős magja, ami nagyon régóta együtt játszik. Ugye itt gondolok Hedire, Herkire és Popetre. Ős nekik, ugye még Lino is továbbra is segít a csapatnak, meg természetesen én is. És az a tudás, ami az elmúlt évek alatt felhalmazódott a csapaton belül, azt igyekszünk, most akkor így beszélek, kicsit kilép a kommentelő szerepből, igyekszünk átadni Sumának és Márkának, amilyen gyorsan csak ez lehetséges, ugye, főleg, hogy jön itt a Zipon Kupa. Nyilván nem egy magyar bajnokság, ezt hozzá kell tenni. Jó, egy magyar bajnokság, de nem a magyar bajnokság. Ettől függetlenül mindenképp az lesz a Wildersnek a célja, hogy megnyerjék, és MNAB győztesként nem is lehet más a céljuk. Igen, meg azért jó lenne, hogyha az új line-up együtt szerezne LAN experience-t, én úgy gondolom, mert ugye például nyilván Poppet, Headshot és Herki már játszottak többször is együtt, akár LAN-on is, viszont ugye Somának meg Markinak talán ilyen szempontból is be kell illeszkedni a teambe, hogy ugye személyesen is megismerjék a teammateket, esetleg valami bootcamp is nyilván, ami még ilyenkor segíthet. Szóval, de én úgy látom, hogy amúgy nem lesz itt gond, mert azért ez egy viszonylag erős csapat volt, és hát nem mondom azt, hogy könnyű volt, de azért nem izzadta magát szét a Wild, hogy 2-0-ra nyerjen. Azért ott Colson kicsit megingott egyszer-kétszer a dolog, ugye hát visszahozta a rojából, és át is adték a vezetést, de aztán végül megoldották.
Tehát nem volt gond. Nem volt gond szerintem. Szerintem jó meccs volt. Így van, hát reméljük akkor, hogy tetszett ez a kis tényleg különleges adás. A döntőt is egyébként nyilván akkor a Wildot szeretnénk adni. Én biztos vagyok benne, hogy ez össze fog jönni, úgyhogy majd akkor is kövessétek az Esport 1 TV-t, a Magyar Esport TV-t. Mára pedig akkor azzal tudunk búcsúzni, hogy a Wild nyert 2-0-ra és bejutott az ESA Spring Season döntőjébe. Legközelebb holnap várunk titeket ugyanitt, ugyanezen a csatornán. És ugye kezdődik majd az IPON kupa, úgyhogy találkozunk majd akkor. Mindenkinek szép estét, sziasztok! Sziasztok!